Szót, elnök úr. Tisztelt ház! A módosító javaslatok nem érintik a törvényjavaslat érdemi részét, vagyis azt, hogy megszűnik a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos szerepe az Erzsébet program végrehajtásában. A gyermeküdültetéssel kapcsolatos feladatok átkerülnek a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz. De nem csak emiatt jut jelentős szerephez ez az alapítvány. Nem csak a gyermek és ifjúsági táborok szervezésével kapcsolatos feladatok kerülnek hozzá, de a gyermeküdülők tulajdonjoga is. A zánkai és a fonyódi ingatlanok átkerülnek az alapítvány tulajdonába, és idővel erre a sorsa jut minden olyan ingatlan is, amely eddig az Erzsébet vagyonkezelő korlátolt felelősségű társaság kezelésében volt. Indoklásként csak annyi szerepel a javaslatban, hogy a gyermek és ifjúsági táborok szervezése arra alkalmas és tapasztalatokkal rendelkező jogi személy működési körébe kerül. Az nem derül ki, hogy a határon túli gyermektáborok szervezésével foglalkozó alapítvány mitől lenne alkalmasabb, mint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2013 óta működik, az azóta eltelt időben egy pár nyári tábort szervezett meg határon túl. Az sem világos, hogy miért is van szükség arra, hogy az ingatlanok ennek az alapítványnak a tulajdonába kerüljenek. Miért kell teljes egészében átadni az egykori megyei tulajdonú üdülők és táborok feletti rendelkezést. Ezzel ez a vagyon kikerül az állami vagyonkörből, hasonlóan a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz. Elvileg közpénz marad, de a tulajdonos valójában azt tesz vele, amit akar. Az alapító nem fogja tudni visszavenni és eltörő célokra felhasználni. A kuratórium tagjainak listája is érdekes. Az elnök Vagács István Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi főosztályvezetője. Alelnöke Deutsch Fürr Ágnes Sarolta, Deutsch Tamás második felesége. Fürr Lajos egykori miniszter lánya, és a tagok között van Sonyovszky Szilvia színművész, az MMA elnök Fekete György felesége is. Ez a javaslat csak tovább növeli a homályt az Erzsébet birodalom körül. A történet azzal kezdődött, hogy a kormány 2012-ben elvette a megyei önkormányzatok tulajdonát képező üdülőket, majd bevitte azokat az Erzsébet programba. Hiába működtek jól addig, évtizedes múltra visszatekintően a gyermektáborok, ezt is elvették a helyiektől. Azóta teljesen átláthatatlan módon kezelik ezt a vagyont, az állami szervezésű gyermek és ifjúsági táborokra pedig sok a panasz. Arról nem is beszélve, hogy bár a kormány arra volt a leginkább büszke, hogy az Erzsébet program egyedülálló módon állami források bevonása nélkül működik, most már ez sem mondható el róla, második éve, hogy már csak költségvetési támogatásokkal tud működni a program. Idén 4,4 milliárdot költünk rá. Ez a javaslat pedig egyenesen ki is mondja, hogy a gyermeküdültetés ezentúl teljes egészében állami támogatásból fog működni. A közpénz felhasználására persze semmilyen rálátása nem lesz az adófizetőknek, ahogy eddig sem volt. Köszönöm a figyelmet.